Sziasztok! Ti hallottátok már, hogy a hegedül vargőd itt a Freezer klipjében? Akár erről is beszélhetünk a mai podcastünkben, ez itt az alapjogunknál podcast, az Alfa hírem, beszélgető társam és vendégem, Vég Noémi. Szerusz, Noémi! Szia, Csaba! És én is köszöntöm a kedves hallgatókat! Podcastünkben, ahogy szokás szerint, két fontos témát fogunk kivesézni, és illetve, miel alapjogunkban áll nem csak az írás, olvasás, hanem a gondolkodás is, ezért a kömissarkunkban szeretettel várunk mindenkit, ahol minden egyes alkalommal egy-egy olvasmány élményünket fogunk, fogjuk megosztani veletek. Ez, a mai nap ezt én leszek. De térjünk vissza, milyen témákkal várunk titeket a mai beszélgetésre. Először azon fogunk gondolkodni, hogy mennyire lesz jó, hogyha a nők vezetik majd az országokat, a, parlamenteket, az Európai Bizottságot, illetve azon is elgondolkozunk, hogy milyen lesz és ki legyen az első magyar női miniszterelnök, vagy lesz-e egyáltalán. Azután a pedagógus és diák tüntetésekkel kapcsolatban azon fogunk gondolkodni, hogy vajon milyen jövőt vesztettek el, vagy milyen jövőt vettek el a diákoktól a magyar iskolákban, és addig az a jövő jó lesz-e, vagy jó lehet-e. Rápillantok Noémira, szerintem kezdhetjük is a műsorunkat. Jövő belevágok abba, hogy nem olyan rég úszra fond elején, ugye, aki az Európa Bizottságnak a női elnöke, és bocsánat, ezt most kihangsúlyozom nektek, de ugye, mint női politikus, elég durván beleszállt az olasz választásokba, Méghozzá ugye azt mondta, hogy ha a dolgok rossz irányba haladnak majd, akkor vannak erre eszközeink, illetve beszéltem már Magyarországról és Lengyelországról, mint te azt a példaként. Ursula von der Leyen így üzent az olasz választóknak, hogyha esetleg megválasztják az első olasz női miniszterelnököt, Georgia Meloni személyében, akkor bizony az Európai Bizottság nem veszi figyelembe a legfontosabb demokratikus intézményt, így a választó jogot. Én most itt felvetném, vagy megrökönyödve felvetném, hogy nem azt ígértéke nekünk, hogyha a nők vezetik majd az országokat, a különböző tagállamokat, a különböző politikai intézményeket, akkor nem lesznek ilyen veszekedések, és akkor béke lesz, mert mindenki elfogadja a másikat, és akkor meg is kérdezem egyből, hogy miért lenne jó, hogyha átadnák a nőknek nektek a hatalmat. Hát a kérdés nagyon jó, és azt gondolom, hogy nagyon aktuális mostanában, de mégis azt gondolom, hogy hogy nem ebbe az irányba kell elmenni, hogy adjuk át a nőknek a hatalmat, vagy hogy adjuk át a férfiaknak a hatalmat. Ugyanis statisztikailag az országok erősebbek és gazdaságilag versenyképesebbek, ahol meg tud valósulni a nemek közötti egyenlőség. És szerintem ez a lényeg. Nem az, hogy, hogy szélsőségekbe elmozduljunk, hanem hogy megtaláljuk a szakembereket, a szakpolitikusokat, és, és valahogy egy, egy, egy egyensúly tudjon kialakulni. Hát, Mit gondolsz erre? De hogyan tudjuk meg, vagy az esetben a szélsőségeket? Én azt mondanám, hogy legyen kötelező kvót. Én, én, én ezt elfogadom nők esetében. Szerintem ö, példát kell mutatni a társadalomban, hogy ö, megmutathassuk azt, hogy egy nő is mondjuk nem csak ö, otthon tud főzni, takarítani, hanem mondjuk tud politikai döntéseket is, ö, meg tud alkotni politikai döntéseket. Ez érdekes, csak hogy ugye arról beszéltünk, hogy a szélsőségeket hogyan tudjuk levetkőzni. Mondjuk ez ö, mennyire, tehát miért feltételezzük továbbra is azt, hogyha, vagy akkor nem, másképp teszem fel a kérdés, miért ö, az a, azzal reklámozzuk a, a női döntéshozókat, hogy akkor velük Búli lesz az élet, akár mondjuk hozzuk a elnököt is. Igen, értem, hogy, hogy honnan közelíted meg, és, és a, tehát, hogy nem feltétlenül ö, jól van ez az egész kiemelve mostanában, mert, mert tényleg a, a női kvóta hangsúlyozása egyre jobban megjelenik, mondjuk én, innen vagyok női kvóta párti, és pontosan azért nem, mert tényleg azt gondolom, hogy együttnek helyük van a politikába, de nem ilyen áron, vagy nem, nem, ezzel a megoldással. És egyébként nagyon érdekel, hogy te férfiként miért női kvótában látod a megoldást. Szerintem vannak olyan társadalmi kérdések, amelyeket amelyekre már nincs idő, hogy végbe menjen egy organikus társadalmi változás, hanem felülről kell kikényszeríteni. Most mondanám akár a zöld átállást is, illetve a klímaválság utáni utolsó pillanatokban, például nyilván ezt is, ezeket a hatásokat, ahogy át kell majd az életünket szervezni, akár anyagilag, akár, akár a szempontjából, akár elfogadtatni azt az egyes emberekkel, hogy nem fogunk ugyanazon az életszínvonalon élni, a következő évtizedekben, mint mondjuk éltünk az előtt, és mondjuk a fogyasztói társadalom, mint olyan, ugye nem képes maradni. Ezeket a változásokat szerintem csak felülről lehet most meg És a válság csak azt akart mondani, és a nők kapcsán is, hogy ö, szerintem nincs arra idő, hogy most megvárjuk, hogy, hogy ö, a egyes emberek szintjén megszülesse, most ez nagyon szarul hangzik, de az igény erre, hanem, hanem ö, azokat, az, azokat az embereket, akik ebben az esetben ugye nők, de mondjuk értenek bizonyos szakterületekhez azokat be kell rakni oda, vagy pedig akár el kell fogadtatni a, az emberekkel, a hírfogyasztókkal, a társadalom tagjaival, hogy, hogy bizony nőket fognak látni a döntéshozói helyeken. Értem. Azt gondolom, hogy a mai fiatalság, ha most, most ragadjuk ki őket, mm. nagyon nyitottan állnak a világhoz, és ha kellőképpen lennének motiválva mondjuk a fiatal nők, ö, akár a politika terén, akár komoly pozíciók terén, akkor igenis fordulnának ebbe az irányba. De te mit éreznél, ha ha egy pozícióba, vagy, vagy, vagy egy feladatba bele lennél nyomva, bele lennél kényszerítve. Szerintem neked se lenne nagyon komfortos, de majd elmondod. Én, én például ilyen esetben nem érezném magam komfortosan, mint, azzal szembe, hogyha inkább valaki motiválna, vagy, vagy valaki elindítana bennem egy gondolatot, hogy igen, én képes vagyok változtatni, én képes vagyok segíteni az embertársaimat, vagy, vagy képes vagyok komoly döntéseket meghozni, mert, 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 van bennem magabiztosság, és, és van ismeret is, meg tudás is bennem. Értem, mire mondott, Tehát nyilván is úgy gondolnám ezt, hogy ne a, a nem tudom, a, azokat a nőket, vagy mondjuk az én esetemben, tehát mondjuk nyilván nem lenne nagy haszna a társadalomnak, hogyha engem mondjuk olyan egyszerű feladatokkal is megbíznák, akár hogy cseréljünk ki minden nap egy villanykörtét, vagy egy, egy körtét, mert valószínűleg az mondjuk a 10-ből, nyolc esetben lehet, hogy el is törne. Tehát meg kéne találni minden egyes embernek számára azokat a feladatokat, amik ugye, amiben jó lehet, és aminek van társadalmi haszna. Tehát azt mondom, hogy hogyha ö, akkor lenne értelme ennek a nőik utának, vagy bármilyen utának, vagy ahogy te mondtad, bele valakit bizonyos szerepkörbe, hogy azt most fogadja el, de mondjuk, hogyha ha nagyon kitágítjuk a kérdést, mondjuk mi menni minden nap 8, óra, 8 órát dolgozni, és mondjuk azt sem hiszem, hogy mindenkinek olyan óriási szeretettel és örömmel teszi meg ezt minden nap, főleg ugye a munkakörtől függően, de, de hogyha a, ennek az adott feladatnak az elvégzése társadalmi haszonnal jár, uh -huh. akkor akkor talán elvárható, hogy tegyél meg te is, legyen annyi felelősséged a társadalommal szemben, hogy ezt megtedd. Igen, igen, de, de, mégis vannak olyan emberek, akik, akik elképesztő módon szívből szeretnék uh, uh, szolgálni a társadalmat, és nem csak szeretnék, hanem élvezik is, mm -hmm. és, és, és minden részét és minden nehézségét is imádják, mert azért valljuk be, hogy, hogy ez nem arról szól mondjuk egy politikusi élet, hogy reggel 8-tól délután 5-ig uh, akkor neked van egy munkaidőt, hanem lehet, hogy este 9-kor uh, még megkeresnek, vagy akár tízkor kapsz egy e-mailt, amire azonnal válaszolnod kell, nem uh, csinálná jó szívvel mindenki. Viszont, hogyha rákeres valaki Vignoémi Noémi nemére, akkor olyan érdekességeket fog megtalálni róla, hogy parlamenti képviselő is voltál, még az msz a régen. Aztán már ugye nem vagy az. Milyen volt női parlamenti politikusnak lenni az Orbán kormányok alatt? Igen, ez, ez így igaz, az voltam. Nem, nem így szemléltem az egész környezetemet, hogy, hogy milyen női politikusként a parlament soraiban ülni, hanem, hanem milyen politikusként. És hát azért valljuk be, hogy nem arra számítottunk, hogy, hogy azért egy kb. két és félszer akkor a kormánypárti többséggel kell majd ismét beülni, vagy kell beülni a, a parlamentbe mindenképp rengeteget tanultam, rengeteget tapasztaltam. Hál' Istennek elmondhatom, hogy a frakció az, az, támogatott. Ugye mondtuk azt a hallgatóknak, hogy gondolkodunk azon is, hogy ki lehetne az első női miniszterelnök, és hát nyilván mondjuk, hogyha abból indulunk ki, hogy most nem lesz itt nagy földindulás, elefordulat, hogy még a Fidesz fogja adni ezt a politikust. És mielőtt tovább mennék hogy konkrét nevekre, mert én azért tudok egy-kettőt mondani a mostani palettáról is, gondolkozunk el azon, hogy milyen legyen az a női miniszterelnök milyennek kéne lennie? Tehát ki az az a nő, akire szavazna egy magyar, nem tudom, férfi, egy magyar család, vagy akár egy magyar nő is elfogadná azt, hogy belőle egy jó miniszterelnök lenne, és nem csak azt, hogy ő elfogadná a választó, az is érdekelne, hogy te hogy látod, hogy mi az, ami a plusz, amivel tudná irányítani is ezt a, ezt a megosztott társadalmat. Igen, egyébként abszolút azok vagyunk, én azt gondolom. De itt az a kérdés, hogy vajon a magyar emberek készen állnak-e arra, hogy egy magyar női miniszterelnökük legyen. Mert, mert bennem még ez is kérdéses egyébként. Hmm. És akkor miután... Ha, ha az van, hogy igen, készen állnak, akkor pedig jelent a következő kérdés, hogy, hogy, ők milyen típusú személyre nyitottak. Gondoskodó, ö, kedves, megnyerő ö, nőre, akkor mondjuk, ugye, ha a kormánypártot hoztad, mondhatjuk Konzsófiát, de, de ha egy nagyon agilis, és, és amikor éppen úgy hozzá a helyzet, akkor, akkor igenis meghozza a keményebb döntéseket, is akkor mondjuk egy Varga Judit. tehát szerintem ez nagyon sok szemponttól függ, nem állnék most egyetlen egy személy oldalára sem, hanem, hanem azt mondanám, hogy én jelenleg nem látok a kolettán olyan női Képviselőt vagy, vagy államtitkár asszonyt, akire azt mondanám, hogy igen, ő tökéletes lenne női miniszterelnök asszonynak. Azt mondanám, hogy egy olyan nőre lenne szükség, aki a nemzetettséget képviseli. Hallgatóinak annyi kulisszatitkot áruljunk el, hogy ö, még a műsor előtt beszélgettünk arról, hogy én kiket javasolnék, vagy én kiket mondanék női miniszterelnök jelöltnek, és Nekem van két kedvenc női miniszt, ö, politikusom. Több is van, de kettőt, akit mindig ugye el, el szoktam mondani, ugye nő a jelenlegi mezőnyből ez az egyik a konzsófia, a Fidesz, illetve most ő miniszter helyettes, ha jól tudom. Tehát ugye ő egy szörnyű tragédia miatt került be a parlamentbe, egy, egy, fiatal hölgyről, lányról van szó, aki most már nem sikára édesanyja is lesz így, ezúton is kivel neki sok egészséget. És aki követte mondjuk a Facebook oldalát, ő nem igazán politikai kilátkozásokat tett, hanem gyakorlatilag a Facebook oldalán, mint országgyűlési képviselő, táncolt, énekelt, boldog volt, ugrált a fotókon, és valahogy olyan, olyan kellemes benyomást tett, mint hogyha itt nem lenne gazdasági világválság, és ahogy éppen onnan jött, ugye a borsotatos választó között ne lenne annyira lemaradott, mint amennyire, és végletegi kilátástalan környezetben élnének ott az emberek. Ezt ugye láttuk a választási kampány során is, ugye ki itt el, választást nyert a Konzsófia, és láttuk, hogy mondjuk ott tényleg ilyen, ő akár kumpikra is lehetett Adott vásárolni, de most eddig érdekes kontrasztot adott. A másik, meg ugye Varga Judit, igazságügyi miniszter, ő, ő már egy régi motoros, és annak ellenére nagyon sok ügye volt, és például mondjuk ő, ő alá tartozott akár a Pegazus megfigyelés is, de ő hegedül, focizik, mellette el tudja az ember hinni, hogy, hogy elvezet egy minisztériumot, és hogyha még lehet így karaktert választani a, a politikai palettába, hogy milyen lehetne majd az ideális női magyar miniszterelnök, azt én, én mondjuk Vargődit mellé le tudnám tenni a voksot, amennyiben Végnóémi nem indul a későbbiekben, de még lehet, hogy későbbiekben indul, mert most nagyon ö, pozitívan nézett rám, és még mosolygott is. De azt hiszem, itt az ideje átmenni a következő témára, mert ha már jövőről volt szó, akkor a kicsit a múltba révednék. Ugye arról beszéltünk, hogy a, a diákság tüntetett a tanárokért, tüntetett a saját jövőjéért az elmúlt napokban, és egy kicsit megdöbbentett engem, hogy, hogy, hogy a diákok ugye a tanáraiknak a ö, jobb munkakörülményeiért, jobb fizetéséért álltak ki, és amiként még akár példa, példa mutatósképpen is, azért ez egy nagyon szép jelenség volt. És arra gondolkoztam egy barátommal, hogy hogy mi, amikor mi voltunk középiskolások, vagy éppen általános minket mit volna valami bármi is arra, hogy, hogy a, a tanárainknak a fizetés emeléséért tüntessünk, egyáltalán kihányunk a tanárainkért, illetve ö, azon is gondolkoztam, hogy vajon a, a akkori tanárok, akik szerintem akkor si éltek jól, tehát nem hogy a pedagógus ö, fizetés mondjuk két évtizeddel ezelőtt ilyen baromi sok lett volna, szerintem ők is osztották meg velünk a mindennapi gondjaikat. Tehát valahogy ez a viszony tanár és diák között nem, nem erre volt feltételezhető, hogy mi ilyen bensőségesek legyünk egymással. Ez nem tudom, most itt felvettem, és itt megállnék, hogy, hogy esetleg mi voltunk ennyire elcseszve ez a generáció, és mondjuk akkor mi, mi láttuk rosszul a dolgokat, vagy pedig mondjuk mi átlagosan láttuk, és a mostaniak lettek a mai fiatalok, hogy nagyon, nagyon rossz boomer kifejezés mondjak, mai fiatalok lettek sokkal tudatosabbak, és az a helyes, hogy most ők kiállnak akár a jogaikért is, akár a pedagógusaikért is. Tehát akkor azt mondod, hogy ti nem mentetek volna kitüntetni. Ja, de egészen nem. biztos, de fel sem merült. Tehát fel sem merült, és szerintem nem is mentünk volna ki, hogyha megkértek volna. Szerintem, hogyha azt mondják, hogy a tanárok sztrájkolnak, már bencse volna az iskolába, és mi szaladtunk volna először haza, vagy éppen ki a ligetbe de mert én hetedik keretben nőttem föl. De akkor ez azt is mutatja, hogy, hogy nem voltatok annyira közeli kapcsolatban a tanáraitokkal, de szent... Nem volt olyan a tanárdiák hmm. viszony, hogy... Szerintem nem, de nem is igényelt egyik fél se. Tehát nem, 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 inném, hogy, hogy ezért jártunk be az iskolába, hogy, hogy ezt, a, ezt, a, fajta viszonyt ápolgassuk. Ami lehet, hogy tényleg mondjuk az én iskolámnak volt a bűne, azt mondjuk tudni kell, hogy a tényleg hetedik srác vagyok, nekem a, már azóta se si az általános iskolám, se si a középiskolám, a már megszűnt, még az épületek legalább állnak, de egyikben se az az intézmény van, amelyben én ott tanultam. És mondjuk, hogy ha, ha már kicsit tovább lépünk, tehát ott se lehet elmondani, ezek az iskolákból kvázi jövőképet festettek volna fel elénket. Hát nyilván ez a 90-es éveknek a vége, 2000-es évek eleje. Hogy akkor is hát nem tűnt akkor éppen Magyarország valami mm. életvidám helyének, és, és nem csak talán Magyarország, hanem ugye nem lehetett azt mondani, hogy most mi megveszítjük magunkat, akkor hirtelen ennek lehet eredménye, és mondjuk gazdagok leszünk, sikeresek, vagy vagy éppen olyan szakmák várnak ránk, amelyhez ö, nagyobb ö, elméleti tudásra van szükség. Nem mondanám, nem mondanám azt, hogy hogy ö, mi úgy éreztük volna, hogy bármilyen jövőképet ö, kaptunk volna, és azt elveszíthettük volna, mert nem mondanám azt, hogy ö, túl sok jövőt mutattak volna fel nekünk az iskola falai között. Tehát lehet, hogy mivel változott a helyzet, változott a gazdasági helyzet, kinyílt Európa Magyarország előtt, a magyar fiatalok előtt, így jóga feltételezhetik azt, hogy az a fajta szabadság, amit mondjuk mi nem láthattuk, vagy nem éreztettünk át, az a fajta szabadság előttük, ez most megnyílt, és most bezáródik. Igen, igen, igen. Nálam teljesen más volt a helyzet. Én vidékre jártam általános iskolába és középiskolába is. Inkább a gimnáziumot emelném ki, mert hát általános iskolásként túl kicsi voltam ahhoz, hogy, hogy ilyenekbe gondolkozzak egyáltalán, hogy tüntetésre kimenni, de én egy erősebb gimnáziumba jártam, és én nagyon hálás vagyok a tanáraimnak, mert én nem éreztem azt, legalábbis velem, és a diáktársaimmal nem éreztették azt, hogy hogy nekik esetleg anyagilag mennyire nehezek a napjaik. Hm? Igen, igen Az igen. elképzelhetőnek tartom, hogy ők tartottak mellette nem tudom én hány ö, külön ö, magánórát, ö, de de hogy, hogy sosem úgy jöttek be, hogy ők demotiváltak lennének, vagy, vagy akkor a nehézségeik vannak, hanem ö, hanem abszolút motiváltan és minket is motiváltak arra, hogy igenis sokra fogjuk vinni, tanulni kell, szorgalmasnak kell lenni, és, és, és bennünk egyébként kialakítottak egy jövőképet. Éppen ezért, mivel mivel jó volt a kapcsolat, ha, ha egy ilyenre került volna sor, hogy tüntetés, én azt gondolom, hogy én és és biztos vagyok benne, hogy az akkori diáktársaim is mi kivonultunk volna a tanárainkkal együtt, mert, mert tényleg azt kaptuk, amire egy diáknak szüksége volt. És, és, és nagyon jó gimnáziumi éveket tölthettem el, de, de nyilván ez annak volt köszönhető, hogy hogy úgy állt fel az egész intézmény, az igazgató és a, és a tanári kar is, hogy, hogy nem, nem éreztük a nehézségeket. És ha megfordítom a kérdést, mert nekem mondjuk ebben van egy kis aggályom, hogy, hogy nem úgy tűnik, hogyha én kiviszem magam a diákokat, hogy kvázi magam előtt tartom őket, hogy uh -huh. hogy ők az én kis pajzsaim, vagy, vagy nem tudom, belevonom őket egy olyan ö, kérdésbe, amire mondjuk lehet, hogy még ráhatásuk sincsen, mert mondjuk, hogyha tizen, nem, nem 18 évesek, akkor még szavazni se tudnak erről. Igen, ez egyébként ez egy érdekes kérdés, de de szerintem a mai fiatalság nagyon tudatos már. Mm. Ö, nyilván, én azt gondolom, hogy egy ilyen dolgot jó, hogyha a szülőkkel megbeszélnek, de de, de tudatosak annyira, hogy tudják azt, hogy emellé az ügy mellé oda szeretnének állni, vagy sem. Jogos és mondjuk az is lehet, hogy most már az is sokat segít, hogy vannak közösségi ö, médiaterek ugye nálunk. Én még akkor jártam középiskolába is, amikor még nem volt Facebook, kénytelenek voltunk mondjuk egy kocsmában átbeszélni ezeket a dolgokat. Nyilván és nagyon okosak is lettünk, de hát ez egy másik kérdés. De még, még hagyd vágják, bocsánat uh -huh. a szabadban, hogy, hogy azért ne felejtsük el, hogy a szülőknek is nagyon fontos, jó, hogy a gyerekük nem? olyan, Igen, olyan oktatásba részesüljön, ami minőségi, és, és legyen jók. Minőség, vagy lesz minőség? Hát, mi hogy a, nyilván akkor minőségi az oktatás, és akkor jó, hogyha jó az oktatási mm. rendszer, nyilván ebbe a politikusoknak komoly szerepe van, de 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 akkor is tud minőségi lenni egy oktatás, hogyha a tanár, az, az motivált, ő nem dolgozik még nem tudom hány órát a, a, az iskolai órák után, hullafáradtan megy be oktatni, és tényleg nem tanít semmit, tehát, hogy igen, szükség. Ez tök jó volt, erre nem is kell válaszolni, csak így magam, magam, elé mondom, hogy milyen érdekes lenne, hogyha mondjuk a, a szülők jólét éri, és mondjuk tüntetnének a, a gyermekeik, hogy a, ott a napú is annyi jobban kerestem, de hát ezt csak tényleg zárójébe tettem hozzá. Szakar, azt akartam az előbb kihozni ebből, hogy, a, hogy nem volt mondjuk nálam közösségi háló, még nem volt fézők meg a többi, hogy mondjuk lehet, hogy mások dolgok foglalkoztattak minket, tehát a kisebb dolgok, jelentőségüket tekintve, és például mondjuk, hogyha ha a mai fiataloknak a jövét nézzük, én mondjuk egy örök pessimista vagyok, és szerintem nem is nézünk ki ja, olyan jól, de, de mondjuk, hogyha azt nézzük, hogy klímaválság van, és láthatjuk a jeleit, hogy 40 fokok vannak napközben, három hónapos vagy annál több ö, nagyobb hosszúságú asszály, sújtja a mezőgazdaságot, előbb nem lesz elég élelmiszer, nem lesz elég ivóvíz, láttuk azt, hogy hogy néz ki a medvex világa is, ugye bemutatták nekünk, hogy milyen, milyen élet de amúgy tényleg itt van, és mellette háború zajlik a szomszédunkban, Igen. aminek nem tudhatjuk, mi lesz a vége. Ugye ezekben a napokban akár Kievet is bombázták, azt is hallattuk, hogy például Ukrajna le fogja zárni az elektromos importot. Tényleg nem tudjuk egyik napról, másik napról élünk, és ezt most tényleg elmondhatjuk, akkor még nem beszéltünk a Covid-ról se. Tehát amikor például én voltam középiskolás, ezek nem voltak az egészen biztos. Ha volt is, voltak is konfliktusok, talán nem a minden mindennapjaikat ezek töltötték ki. Ez a felvezető után megkérdezem, hogy milyen jövőt vehettek el a diákoktól, mert én bele belegondolni, hogy ilyen környezetben mondjuk még 70-80 évet élnem kell lenne. Hát igen, ez egy jó kérdés. Tényleg amúgy rengeteget változott a világ. Ha vele gondolok, most pont hát egy kicsit számolgattam, és, és, azért több mint tíz éve jártam én is gimnáziumba, és hát hogy akkor is egy teljesen más világ volt, és, és akkor sem volt egyszerű, tényleg, tehát én, én, nem mondom azt, hogy akkor virágkorát érték, a, a, a é, élt ez a szakma, de, de hogy, hogy azóta nem lett jobb a helyzet, az biztos. És, és igen, amiket te is felsoroltál, hogy milyen nehézségek jöttek be itt időközben. Hát éppen ezért. Éppen ezért lenne fontos az, hogy a tanár az, az, az motiválhassa a diákot. Mert azt gondolom, hogy, hogy egy szülői háttér is nagyon fontos, hiszen is nagyon fontos a minőségi kommunikáció otthon, de hát rengeteg időt töltenek az, az, az oktatási intézményekbe, és ezért nagyon fontos, hogy onnan is ne egy, egy pessimista, hogy te fogalmazd, de pessimista, negatív hozzáállást kapjanak, hanem, hanem, igenis lelket öntsenek beléjük, és, és tudják azt, hogy, hogy minden a körülmény, ne arra tekintsenek, hanem a céljaikra. Kétséken, kétségtelen meg kell határozni célokat, mondjuk erre mondhatnék egy extrém példát, ugye, a héten lett hír, hogy Belgiumban egy 23 éves lány eutanáziát kért ő, saját magára, ezt most nem tudom, hogyan kell befogalmazni, de hát a szörnyű meg az a lényege, hogy erre rá is bólintottak szíjáterek. Nyilván ez egy annyira extrém példa, ami, ami mondjuk Magyarországon első hogy ugye nincsen eutanázia, de, de, annak a, a nyugati világnak a, az egyik jelensége talán, és ez a depresszió is talán annak a jelensége, ami ezt csatlakozni vagy kapcsolódni szeretnénk itt megint az jön az, hogy, hogy ez, ez a fajta jövőkép olyan mit, mit ad. Egyébként nagyon sokat beszélgettem olyan fiatalokkal is, hogy amikor voltak ezek a klímatüntetések, akik kell, most már érdekes, kevesebbet lehet hallani, ezek a klímaszorongók, ugye jobban lehetett látni, emlékszel voltak ezek a pénteki tüntetések, amik mostanában már elmaradtak, mert most sok minden más ellen kell tiltakozni, és ők például akkor azért szorongtak, és akkor itt talán ilyen kivezető kérdésként azért érdekes lenne, hogyha beszéltem motivációról, ami fontos. Tehát fontos nyilván egy felnőtt ember számára is, hogy motivált legyen azért, amit csinál, vagy legalább motivált legyen, hogy Igen, boldog legyen. és, és bocsánat, uh -huh. és, 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 és miért is fontos? Én, legalábbis a környezetemben, és, és tényleg ismerősi és baráti környezetemben még soha nem hallottam korábban annyiszor fiataloktól azt, hogy ők kiégtek. Tehát olyan anyagi nehézségekkel küzdenek az emberek, és akkor erre még rájön nyilván az időjárás, tehát a viszontagságos időjárás is, és, és sorolhatnám, hogy, hogy dolgoznak, 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 magán magánéletre nincsen idő, és, és, és kiégnek. És iszonyatos, tehát számomra az, hogy, hogy az emberek motiváltak legyenek, és legyenek céljaik, és ezt örömmel az arcukon és a szívükbe tegyék meg, az iszonyatosan felértékelődött. Mert nagyon-nagyon ritka az manapság, aki tényleg szívvel, lélekkel tudja azt művelni, amit, amit amiben éppen van. Igen, de és ez tök jó, hogy azt mondtad, éppen van, mert, mert most annyi mindenért lehet tiltakozni. Igen. És ez olyan fura, hogy mondjuk egyszer valami, mondjuk épp egyik egy pillanatban ez a fontos, kiállok, most nagyon rossz példa, kiállok Ukrajnáért, kiállok mondjuk előtte Tibetért, aztán kiállok ezért, meg azért, meg kiállok a tanárokért, és utána gyakorlatilag akár jön a következő új ö, életérzés, és eldobom az előzőt, kiállok másra. És hogy ez például mennyire tud motiválni, tehát hogy, hogy elmaradnak például akár azok a sikerek is, hogy ezt az utat, vagy ezt a dolgot én végigvittem, és lett eredménye. Mert meg se várjuk az eredményt, és mint egy instant, ö, ilyen instant kaja lenne, vagy ilyen instant élvezet lenne, hogy most csak abban az egy pillanatban fontos ez nekünk. És mondjuk lehet, hogy, hogy ö, ez a tanár rok melletti kiállás is, mondjuk ez egy jó hetsz volt, de azt, hogy mondjuk végigvinő legyen eredménye, hogy legyen szervezet mögötte, legyen szervezés mögötte, legyenek mondjuk pontos, kiszámítható akár költségvetési intézkedések, vagy tervek, amik ugye azt eredményeznék, hogy tényleg megtaláljuk azt a, azt a forrást a költségvetésben, hogy mondjuk nagyobb legyen a, a fizetés, vagy csak azt, hogy mondjuk legyen következő állomás is, legyen még nagyobb, legyen országos. Tehát a következő lépés, mint elmaradna. Ezt mondjuk azt, és, és, utána meg nézhetjük azt, hogy nincs, megint nem volt siker, mert megint nem lesz siker, mert ugye elég sokszor mondták miniszterelnöket, függetlenül attól, hogy melyik párt delegálta őket, hogy majd megunják az emberek és hazamennek. De Igen, ez, de, de, a kérdés az az, hogy, hogy tényleg az emberek unnak bele, vagy, vagy ők csinálják, vagy csinálnák, és, és tüntetnének a, a fontos dolgok, fontos ügyek mellett, csak, egy idő után azt mondják, hogy nincs értelme, mert úgyse változik semmi. Tehát, és, és nem, és nem feltétlenül rajtuk múlik, hanem azokon, akik azokban a pozíciókban vannak, akik változtathatnának ezen, de mégsem teszik meg. Persze, de hogyha... Vagy nem? önös érdekek miatt, vagy, vagy éppen nekik ez sokat lakos, mert éppen más, nekik a prioritás az most más diktál. Igen, és akkor itt jön a felvetés, hogy akár a klímaválsággal kapcsolatban, akár bármivel, vagy akár, hogyha nincsen politikai akarat arra, hogy megneveljük a tanárok fizetését, vagy éppen rövidítsünk, vagy megváltoztassuk az a alaptantervet, akkor lesz-e érdemi előrelépés. Tehát, és melyik diák jár jobban, akik mondjuk mi voltunk, és mondjuk három évtized előtt kimentünk a ligetbe focizni, játszani avarok, és ezekkel nem törődtünk, vagy most, hogy, hogy ekkora terhet tesznek most saját vállukra 16-17-18 éves fiatal emberek és hölgyek, mert szerintem az se biztos, hogy egyszerűbb egyszerű, meg talán természetes sem. Tehát ez a kora, kora felnőttség azért nem jó, hogyha már, hogyha már ekkora megoldhatatlan feladatokat vállalunk. De hát ugye ez a, ez a jövő, és szerintem ezt a két témát ki is annyira, hogy szeretettel bekapcsolódjunk a könyvsarokba mert mint ahogy mondtuk, ez alapvető, alapjogunk van áll az olvasás, és ezt mindenkinek ajánljuk szeretettel. Most én hoztam egy könyvet. Igen, ezért én foglak kérdezni. Először is kezd, kérlek, azzal, hogy, hogy milyen könyvet hoztál, mi a címe, miért ezt választottad. Én nagyon szeretek úgy válogatni könyveket is ilyen kis kiokszósban is, meg ilyen, ilyen, ilyen használt könyvekben, is, tehát jár kellok utcán, és látok ott ilyen kis árusokat, akkor ilyen érdekes kezdőlapot, vagy érdekes szerzőnévvel, vagy érdekes címmel könyveket mindig ki szoktam válogatni, és találtam egy Ego moráli álnéven, vagy ego hát nem tudom, de ez egy álnévben publikált könyvet, a, amelynek az a címe, hogy atmosz, ez egy magyar könyv. És, és... fognál és röviden, hogy, hogy hmm. miről is szól, vagy hogy mi a tematikája? És, és igen, először kezdett, de aztán még van pár kérdésem. Ő ez egy skifi, én nagyon szeretem a skifiket is. Egyébként 2008-as maga a könyv, és akkori, tehát az akkor megfogalmazott társadalmi kérdésekre, társadalmi változásokra próbál választ keresni, egy, általában ugye minden skifi erről szól. El, és emellett felvet, felvet egy olyan kérdést is, hogy mit kezdhetünk például a transhumanizmussal. Ugye a társadalmi kérdéseket nézzük, ugye a, a szerző eléggé pessimista ott ugye gyakorlatilag sorra veszi azokat a, a akár politikai ö, rendszereket, akár filozófiai ö, rendszereket, tehát így beszéltünk akár a szocializmusról, a kapitalizmusról, a humanizmusról, amelyek végül az embereket, az emberi társadalmat, az egyes embereket elszakították a, a természettől, elszakították önön valójuktól, és ezzel ö, gyakorlatilag a megsemmisülés, vagy legalábbis a túléléstől is távol kerültek. Egyébként minden esetben a szerző ilyen szőnként de demonstrálja ezeket a, a ezeket az izmusokat. Ami viszont még számra fontos, de úgy lehet későbbiekben is gondolkodni, amennyiben beszéltünk a jövőről, én, én támogatom a nagy tudományfét is van, én nagyon támogatom a, a, génszerkesztéstől kezdve így a transhumanizmust is, de transhumanizmus abból a szempontból, hogy én nem tartom mondjuk istentelen bűnnek, hogyha a, a, az emberi szervezetet feljavítjuk mondjuk Gépekkel, most, hogyha nagyon egyszerűen megfogalmazzuk, és ettől mondjuk okosabbak leszünk, gyorsabbak leszünk, szebbek leszünk, tovább élünk, vagy csak kibírjuk a sugárzást majd az űrben. Ez a könyv, ugye, ezt veszegeti, és ő, itt azokat az embereket, akik mondjuk például a főhősünk is egy baleset okán ő, válik ilyen félig ember, félig gépé, és ezek itt az emberi fajból, és ugye ő, nem lövöm le a Point, mindenki olvassa el, majd ő, láthatjátok, hogy melyik köről beszélünk, a Facebook oldalunkat kövessétek, de a főösünknek pedig ezzel a kérdéssel kell ugye szembenéznie, meg ezzel a kihívással, hogy ő már nem az emberi faj része, miközben ő hibáján kívül lett más. Nagyon izgalmasan hangzik, és egyébként az én érdekl érdeklődésemet is felkeltetted, viszont nagyon ilyen pasis könyvnek tűnik így első elmondásra, és az a kérdésem, hogy, hogy olvasmányosan, vagy nagyon tudományosan van ez hát. megfogalmazva, ö, ajánlod tényleg mindkét nemnek, vagy inkább azt mondod, hogy ez inkább a pasikat köti le? olvasmányos, sőt, igazából én nagyon furán van ö, megírva, tehát hogyha kézbe ezt a könyvet, láthatjátok, hogy olyan elég ilyen furcsa nyelvezetet használ a szerző, és de nem, nem tudományos, inkább-inkább olvasmányos, inkább ilyen regényszerű, tehát mindenkinek tudom ajánlani, akár még fiataloknak is, ő, szeretettel. Leköti az embert, egy ilyen egy hét, egy pár nap alatt az ember ezt elolvassa, és, és... de viszont ő Hogyha leülepedik és tudunk erre figyelni, akkor tényleg fontos kérdéseket tud felvetni egy eléggé furcsa nyelvezettel, de ajánlom mindenkinek, tehát ezt ö, lányoknak is szeretettel. Köszönjük szépen! Egyébként én láttam ezt a kezedben, és tényleg ö, nem egy hosszú hmm? könyv, vagy 200 oldal, 300. Hmm, kávé, igen, most persze nincsen állam, de ez, ez tényleg egy elolvasható mennyiség, abszolút nem. Több ezer oldalas könyvről beszélünk. Hát, köszönjük szépen! Jövő héten pedig Noémi hozza majd az olvasmányos élményét, mert ne felejtjétek alapjogunkban elgondolkodni, és ez pedig az Alapjogunkban Áll podcast volt. Örülünk, hogy végighallgattatok minket, jövő héten találkozunk. Noémi, köszönöm, hogy segítetted ezt a mai napot is. Én is köszönöm, Csaba, hogy te is itt voltál. És titeket várunk szeretettel legközelebb is. Sziasztok! Sziasztok.